Ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! 1989-ben az egész világ megtanulta Temesvár nevét. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a temesvári forradalom 30. évfordulóján rendezett gálaesten. A kormányfő úgy fogalmazott, 1989-ben a világ nem tartotta lehetségesnek, hogy a románok fellázadjanak a kommunizmus ellen. Aztán kiderült, hogy ez igenis lehetséges. Orbán Viktor arról is beszélt, nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben a románoknak és a magyaroknak közös céljaik lehessenek. Hozzátette, Magyarország azok közé, az európai országok közé akar tartozni, ahol a legjobb élni, alkotni és lakni, és ezt a célt a szomszédainkkal együtt könnyebben el lehet érni, mint egyedül. Mi készen állunk, hogy a szomszédainkkal együtt, Romániát is ideértve, felépítsünk egy új Közép-Európát. Olyan Közép-Európát, amely nem csak beszállítója a nyugat-európai gazdaságoknak, hanem a világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térsége is, ahol a városainkat autópályák és gyors vasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája, ahová visszatérnek a munkásaink, és ahol az okoz majd fejtörést, hogy mit kezdjünk a Nyugat-Európából jelentkező munkavállalókkal. A temesvári forradalom évfordulójának alkalmából nyílt kiállítás Szentesen. A tárlat a korabeli tárgyak, fegyverek és fotók segítségével mutatja be az 1989-es eseményeket. Külön terem mutatja be azt, ahogyan a hazai települések eljuttatták a segélyszállítmányokat Temesvárra és Aradra. A kiállítás megnyitóján az országgyűlés elnöke azt mondta, a forradalmi események 30 évvel ezelőtt megmutatták, hogy a magyarok helyesen cselekedtek akkor, amikor segítettek a határ túloldalán élőknek. Emlékeztessen a mai kiállítás mindannyiunkat arra, hogy a történelemben létezik kegyelmi idő, amikor a teljes kilátástalanságban megnyílik a remény, amikor a korábban bedeszkázott égbolt ismét láthatóvá válik. És erősítsen meg azon reményünkben, hogy magyarok és románok között, Magyarország és Románia között lesznek még kegyelmi időszakok, amelynek mindannyian nyertesei lehetünk. Terrorizmus gyanúja miatt vizsgálati őrizetbe vettek két férfit Bécsújhelyen. Valószínűleg merényletet terveztek Bécsben a karácsonyi ünnepek alatt, de a vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívánta kommentálni ezt az értesülést. Úgy tudni, egy 25 és egy 31 éves csecsen migránsról van szó, akiket még csütörtökön helyeztek vizsgálati őrizetbe. A gyanúsítottak egyikének védője azt nyilatkozta, hogy védencét azzal gyanúsítják, robbanószerrel vagy más eszközzel akart merényletet végrehajtani a karácsony és az új év közötti időszakban. A férfi mindezt tagadja. Az éjjel újabb migránsokat fogtak el a magyar hatóságok. Nagykereken és Mohácson is tartóztattak fel fiatal férfiakból álló migráns csoportokat a rendőrök. Az egyre erősödő migrációs nyomás miatt a belügyminiszter vezetésével új munkacsoport alakult. Ennek az a feladata, hogy szükség esetén azonnal meg lehessen hozni a magyar határ megvédéséhez szükséges döntéseket. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt itt az M1-en. Bakondi György elmondta, nem csak a migránsok útvonalait figyelik, hanem az érkezők etnikai összetételét is, hogy minél pontosabb képet kapjanak az aktuális migrációs helyzetről. Aktívan és sok csatornán át tájékozódva figyelemmel kíséri a balkáni helyzetet annak érdekében, hogy minden olyan veszélyt időbe azonosítani lehessen, és a szükséges ellenintézkedések megtehetők legyenek, amely a magyar határt, illetőleg a magyar határ, schengeni határ jellegét is érintő kockázatokat rejt. A Fidesz sürgeti, hogy zárják ki a Párbeszéd frakciójából a nők elleni erőszakkal viccelő Burány Sándort. Cunyiné Bertalan Judit felháborítónak nevezte a korábbi MSZP-s politikus megnyilvánulását, ám a szocialisták ezt nem így gondolják. Szerintük Burány Sándor csak ironizált, amikor együttműködési kényszerről beszélt a szexuális zaklatási ügyek kapcsán.
Az elmúlt hetekben a közvélemény borzoló, az zaklatási ügyek azok nem is zaklatásnak minősíthetők, hanem tulajdonképpen együttműködési kényszernek. Együttműködési kényszer. Ezt a megnevezést használta a szocialista Burány Sándor hétfőn a Parlament Törvényalkotási Bizottságában azokra az ügyekre, amelyek az elmúlt időszakban a nőket ért visszaélésekről derültek ki. A bizottság a kultúrfinanszírozásról szóló törvényről egyeztetett. A szocialista országgyűlési képviselő pedig a színházak kapcsán jegyezte meg az ominózus mondatot. Mutatjuk még egyszer, mit mondott Burány Sándor. Nem felmerült, hogy tulajdonképpen az elmúlt hetekben a közvélemény borzoló, az zaklatási ügyek azok nem is zaklatásnak minősíthetők, hanem tulajdonképpen együttműködési kényszernek. A képviselő megjegyzésére a mellette ülő Bangóné Borbé Ildikó is reagált, akinek láthatóan tetszett a pártársa megnyilvánulása. A képviselőnő ugyanis látványosan nevetni kezdett a szexuális zaklatást együttműködési kényszernek minősítő mondatom. Én nagyon régóta ismerem Burány Sándort, jó humora van. Pénteken Korózs Lajos is viccnek titulálta a megjegyzést. A szocialista országgyűlési képviselő szerint szó sem volt a zaklatási ügyekről, és egyébként is az a hibás, aki nem érti Burány Sándor humorát. Elég fanyar humora van, aki nem értette ebben a cinizmust ebben a megjegyzésben, hát az magára vessen. Szombaton az MSZP-s Kunhalmi Ágnest is szerettük volna megkérdezni arról, hogy politikusként és nőként mit gondol a kijelentésről és arról, hogy a megjegyzésen pártársa, Bangóné Borbé Ildikó is nevetett. Micsoda? Kunhalmi Ágnes először azt mondta, nem tudja, miről van szó. Majd úgy fogalmazott, Korózs Lajos álláspontját kell elfogadni az ügyben, vagyis, hogy a szexuális bűncselekményeket együttműködési kényszernek nevező Burány Sándor csak viccelt. A Fidesz szerint az egyébként a Párbeszéd frakciójában ülő szocialista politikust ki kellene zárni a képviselőcsoportból. Cunyiné Bertalan Judit úgy fogalmazott, elfogadhatatlan, hogy a Párbeszéd frakció vezetője, Szabó Tímea az elmúlt években nagy nővédőnek mutatta magát, Burány Sándor mondatát most mégis szó nélkül hagyja. Pedig mi nagyon jól emlékszünk rá, akár a parlament soraiban is, hogy Szabó Tímea több alkalommal éppen a nők elleni szexuális zaklatás ügyében emelte fel a szavát, mindig rendkívül harcias, harsány és hangos volt ez ügyben, de ezekben a zaklatási ügyekben most hallgat, most nem emeli fel a szavát. A Nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője hozzátette, felháborító, hogy Burány Sándor nyíltan viccelődött egy parlamenti bizottsági ülésen a nők elleni erőszakról, amin a mellette ülő szocialista Bangóné Borbé Ildikó jót nevetett. Tudomásul kell venni, hogy ha az önkormányzat állami segítséget kér egy színház fenntartásához, akkor például az igazgató kinevezése közös döntés lehet. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kossuth Rádióban annak kapcsán, hogy elfogadta a parlament az új színházi törvényt. Gulyás Gergely azt mondta, elfogadhatatlan az, ami a Katona József Színházban történt. Az igazgatónak lépni kellett volna, amikor kiderült, hogy a teátrum rendezője zaklatott egy színésznőt. Állami finanszírozást kér, központi költségetésből is forrásokhoz szeretne jutni, akkor erről egy szerződést kell kötni a kormánnyal, és ez valóban az igazgató kinevezését is egy közös döntésé teheti, de ez önkormányzat szabad döntése, és valóban az a véleményem, hogy ami a Katona József Színházban történt, az elfogadhatatlan, az még inkább elfogadhatatlan, hogy ennek semmilyen következménye az igazgató személyére nincsen. Az igazgató úgy, hogy tudott az ott történt szexuális zaklatásról, egy éven keresztül semmit nem tett. Nem politikai kérdés, hogyha elutasítjuk, elítéljük a szexuális zaklatást, akkor egy olyan esetben, amikor ez beismert, bebizonyosodott, ott nem fordulhat az elő, hogy egy igazgató egy éven keresztül ne csináljon semmit. Órák óta áll a vonatközlekedés Kunszentmártonnál, ahol egy kamion és egy vonat ütközött össze a 45-ös főúton. A balesetben nem sérült meg senki. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozhatta a balesetet, de a helyszínen lévő tudósítónk szerint közrejátszhatott, hogy az utak jegesek és csúszósak. A műszaki mentés még órákig eltarthat, addig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Viszont a buszok a főút lezárása miatt csak jelentős kerülővel tudnak közlekedni. A menetidő így egy-másfél órával is megnőhet.
Ma zárul a közmédia jótékonysági akciója, a Jónak lenni jó. A stúdió már elkészült, és a telefonos helyszín is készen áll a felajánlások fogadására. A közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik majd valamilyen formában a kampányba. Addig is folyamatosan lehet hívni a 13600-as adományvonalat és ott a 04-es melléket. Idén akkor a szülöttek mentését segítő Péter Csernyi Alapítvány támogatja a műsor. Reggel 9-től este 10:30-ig a közmédia legkülönfélébb csatornán jelentkezünk élő műsorokkal, de az interneten is követhetnek majd minket, úgyhogy folyamatosan tájékoztatást adunk arról, hogy hol tart ez az az összeg, amelyet a Péter Csernyi Alapítvány támogatására szánunk valamennyien. Nagyon híres és közkedvelt művészeket várunk a stúdióba. Tehát szórakoztatni is szeretnénk, nem csak tájékoztatni. Több tucatnyian megsérültek szombaton Beirutban, miután a rendőrség könnygázt és gumilövedéket vetett be a kormányellenes tiltakozók ellen. Az októberben kezdődött kormányellenes megmozdulások újabb tiltakozásán több százan vonultak fel, és követelték ismét a teljes politikai elit távozását, amely a tüntetők szerint az ország történetének egyik legsúlyosabb gazdasági válságába kormányozta Libanont. Na, a rohamrendőrök több tiltakozót őrizetbe vettek. A biztonsági erők és a tiltakozók éjszakában nyúlóan üldözték egymást Beirut utcáin.